A török zugi lakótelepen az élővíz csatorna melletti játszótéren 6 fát ültettek el szerda reggel. Magánszemélyek és cégek is szokták anyagi hozzájárulással támogatni a faültetési kezdeményezést. Most is egy felajánlásról volt szó. Úgy gondoltuk, hogy mi szeretnénk hozzájárulni egy kicsit a városi, nem tudom, jóléthez, vagy környezettudatos gondolkodáshoz, és ezért úgy döntöttünk, hogy ültetünk ide 6 fát, minden tulajdonosnak egy-egy fát ültetünk most. A reggel folyamán 3 gyertyánt és 3 kőrist ültettek el. Szászné Várkonyi Adrián főkertész elmondta, hogy miért ezekre a fákra esett a választás. A facsemeték elhelyezésénél az is egy fontos szempont volt, hogy a játszóeszközt használó gyerekek számára később árnyékot nyújthassanak. A gyertyánok bár hegyvidéki fafaj, mégis nagyon jól bizonyított ugye a hivatal előtti utcaszakaszon is annak oszlopos változatai, így mertünk hozzányúlni, és fafaj bővítés céljával itt a lakótelepen még nem sok gyertyán van, így a fajgazdagságot bővítendő céllal ezt a fajt alkalmazzuk. Emellett a keskeny levelű kőr is az őshonos fafajunk, főleg így a vízpartok mellett nagyon szeret lenni, úgyhogy azért esett a választásunk még a kőr isre. Görgényi Ernő polgármester elmondta, idén 200 fölött van az újonnan elültetett fáknak a száma, melyeket a város utcáin és terein ültettek. Az idejében önkormányzatunk költségvetéséből 191 fát ültettünk el az utcákra és a terekre, amelyeket az egyéni önkormányzati képviselők a körzeti keretből finanszíroznak, és ezen túlmenően magánszemélyek és cégek is ajánlanak fel pénzt faültetésre. Az idén 19 fát vásároltak meg magánszemélyek és gazdasági társaságok, abból a célból, hogy Gyulaváros közterületein ültessük el. Görgényi Ernő polgármester arra is felhívta a gyulai emberek figyelmét, hogy óvják, védjék a természeti értékeinket, a fákat, hiszen nagyon fontos szerepük van az oxigéntermelésben és a levegő megszűrésében is.